I don't wanna hurt you, but I need to breathe. Sziasztok, ez itt a Top Movies. Liam Neeson ismét felveszi a kesztyűt a gonosztevők ellen, fegyvert fog a kezébe és akciózik egy nagyot nekünk az Elrabolva harmadik részében, ahol is most épp ő lesz az űzött vad. Na de ennek örömére nézzük a 10 legjobb Liam Neeson alakítást, a lista most is szubjektív, várom a ti kedvenceiteket kommentben, illetve hát, hogy miket ajánlanátok a nagyszerű színésztől. Tény és való, a legrosszabb Star Wars részben kapott szerepet Liam, viszont egy Star Warsban még így is menő szerepelni szerintem, ráadásul a bölcs Jedi Mester Qui-Gon Jinn, illetve hát Neeson maga a baljós árnyak egyik legjobb eleme. Ő még egy ilyen gyerekre szabott űroperában is nagyon jó, és hiába, hogy maga a film nem annyira jó, az erő Liam-mel van, ha már a filmben ugyebár nem volt. A skótok egyik nagy történelmi ikonjáról szól a Rob Roy, melyben a címszerepet játssza Liam, a becsületéért küzdő férfit, akiből útonálló lesz, majd egyre nagyobb hírnevet szerez. Igazán a nagyszerű színészi alakításokkal tűnik ki a film, Neeson mellett Tim Roth és Jessica Lange is feltűnik, ráadásul nagyon jók és parádéznak ebben a rettenthetetlen sztoriban. Egy repülőszerencsétlenség következtében Neesonnak és egy maréknyi embernek a vadonnal kell szembeszegülnie, az időjárási elemekkel és a vadállatokkal. Persze ez Liamnek nem okoz gondot, ő az átlagemberből hőssé váló figura, akinek sem hó, sem pár farkas nem állhat az útjába soha de soha. Izgalmas túlélő thriller a fehér pokol. Nos, talán nem a legjobb filmje az Elrabolva. Akcióműfajon belül egy teljesen korrekt alkotás, mely az alapkonfliktuson kívül túl sok újat nem mutat, viszont végigpörgős kis akciófilm tud maradni. Az Elrabolva ráadásul azért is nagyon fontos állomás a színész karrierjében, mert ennek köszönhető, hogy kvázi egy akciósztárrá avanzsálódott, hogy ez jó vagy rossz, az kiki döntse el saját maga. Pont nem Neeson szála a kedvencem az Igazából szerelem című filmbe, és ugye nem is az övé a legmeghatározóbb, viszont a gyászoló, a fiatársaságát kereső melegszívű apuka szerepében maximálisan hiteles, a története pedig jól beleilleszkedik ebbe a sok szálon futó szeretett moziba, mely bár lehet, hogy kissé gicses itt-ott, de egy végtelenül szerethető alkotás, ráadásul Neeson mellett rengeteg sztár nagyszerű alakításával prezentálva. Hát talán nem sikerült a legjobb Batman karakterré kinőnie magát Ra's al Ghulnak, de ez inkább azért van, mert a Batman filmekben nagyon jó karakterek vannak, viszont Bruce Wayne tanítójaként még furcsa bajusszal is remekel Neeson egy remek filmben. A Batman kezdődikben megismerhetjük, hogyan válik Bruce Wayne Batmanné, és ebben az átalakulásban bizony Liam karakterének nagyon nagy szerepe van. Alfred Kinsey az emberek szexuális szokásait kutatta egy olyan időszakban, amikor az még igencsak tabunak számított. Természetesen Neeson játssza a címszerepet ebben a meglehetősen szórakoztató és érdekes kis filmben, és természetesen alakításait is kimagaslóan jó. Sajnos nem sokan ismerik a filmet, pedig abszolút megérdemelni. Nos, én nagyon szeretem Woody Allen filmjeit, nyilván aki nem annak a férjek és feleségek sem lesz a kedvence, nagyon Woody Allenes az egész, párkapcsolati és házassági problémák, önvizsgálat, viszonyok boncolgatása, Woody filmje az emberi kapcsolatokat vizsgálja, és ez nagyszerűen asszisztál többek között Liam is. Skót történelem után angol történelmi lecke, a húsvéti felkelés egyik szószólója volt Michael Collins, Liam Neeson pedig tökéletes választása szerepre. Neil Jordan filmje hiteles képet fest az akkori helyzetről, méltó emléket állít vezze a történelem azon eseményeinek. A filmben Alan Rickman és Julia Robertsot is láthatjuk. Történelmi lecke 3, most a második világháború egy szeletének bemutatása a cél. Oscar Schindler a német üzletember történetét Spielberg filmjén keresztül gondolom sokan ismerik. Rengeteg ember életét mentette meg, és ez a film állít emléket ennek a tettnek. Schindler szerepére Neeson teli találat volt, jelenfejlődés ábrázolása tökéletes színészi teljesítmény, plusz Neeson mellett ott van a zseniális Ralph Fiennes és Ben Kingsley is, abszolút kötelező és kihagyhatatlan film, hihetetlen nagyszerű alakításokkal fűszerezve. Hát ezek voltak az én kedvenc filmjeim a színésztől, amiket én a legjobb alakításának gondolok. Várom a ti véleményeteket, ti miket szerettek, kedveltek, miket ajánlottok, mi a kedvencetek. Szóval írjatok nyugodtan, iratkozzatok fel, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, jó filmezést, köszönöm, hogy végighallgattatok, sziasztok! I'm nothing to say, nothing to do, I'm nothing to give, I must leave.